Hát akkor... Te menj előbb. Nem, te menj. Nem, te menj. Te menj. Esett kendőcs licced? Igen, minden rendben. Meddig vagy? Ma? 5-ig. 20 éve mindig 5-ig vagyok. Elég jöjjek? Nincs órát? Már ott lehet hiányozni. Figyelj, ha nem akarják aláírni a fél évedet, szóljál nekem, kimegyek, úgy megbírságolom őket, hogy az anyjuk nem ismer rájuk. Jaj, Csi, mert most hiányzol. De itt vagyok. Nem lehet? Figyelj, nézed meg, lehet, hogy ez ilyen neurológiai. Jaj, de vicces vagy, imádlak. Én is téged. Elvirácska. Mi van? Egy nő fekvő kövér kismacskát küld egy férfinak, az mit jelent? Nem tudom. De jót vagy rosszat? Mit tudom én, dolgozzunk. Mert hogy a maffiánál van az, hogy lófej. Lehet, hogy ez meg döglött macska? Nem döglött, és jót jelent. Krisztina, nagyon szépen megkérlek, hogy ne hallgass ki mások magánbeszélgetéseit, jó? Nem hallgatom ki, de hogyha itt pusmogtok az orrom előtt, akkor nem tudom nem hallani. És kussoljatok, jó? Dolgoznék. Jól van. De hogy most ez szeretet vagy ölelés? Cuki dolog. Rád gondolt. Elküldte. Pont. Uti. Tessék, nagyon aranyos. Ez tényleg cuki. Lehet tovább dolgozni, jó? De nekem ilyeneket miért nem küldtél soha, János? Ha már veled nem... Na, de hát ez nem olyan, mert ez csak egy cuki dolog, nem igaz, Krisztina? Attól még nem kell szerelmesnek lenni. Igen, jó, cuki macska, rogyásig van vele az internet, de ez pont annyit ér, mintha 5 forintosokkal dobálnál valakit. Semmi. Akkor nem szeret. Átküldöd nekem, János? Dehogy küldöm. Csak tovább küldeném az unoka öcsémnek. Ha átküldeni a másiknak, az nem szerelem, nem? Akkor. Szia, Jancsika! Szia, Virácska! Az a helyzet, hogy... Gondolkodtam. De? Igen, nagyon komolyan elgondolkodtam kettőnkre. Na és mire jutottál? Hogy átküldöm a cicást tudod a kövér macskáta. Kösz, most már nem kell. Tényleg átküldöm. Előbb kellett volna, ösztönösen. Ha úgy nem megy, akkor most már ne erőltessük. Nem erőltetés, tényleg szívesen átküldöm. Láttam, hogy mennyire tetszik neked. Nézd, tudom, mennyit jelent neked az a cica, úgyhogy ne küld át. Ó, már nem olyan sokat. Nézd. Megkaptam. Kaptam napocskásat, mosolygós hernyósat, kis kalózt, rozmárt, táncoló lótetű, pukizós görény. Úgyhogy a kis cica az mások. Amortizálódott. Nem, de hogy csak tudom most már, hogyha a 17-ből egyet átküldök, azt nem érted félre. Hát, nem mutasd a többit. Ez a kövérmacska. Itt van. A pandát. Nem a cicáról volt szó. A pandát akarom. Elvirácska, annak szívecske van az ölében. Látod? Most se ösztönösen jön. Tudod, mi a bajod, Tóth Jancsi, hogy egy piti, hanem szarrágó vagy. Köszönöm. Ezért fogod elrontani ezt a kapcsolatot is. Melyiket ezt? Ezt már elrontottad. A mostanit, a kis Eszterrel. Nem kis Eszter, Vértesi Erika. Nem fogom megjegyezni a nevét erre a kis időre. Átküldöm most, jó? Tudod, mi a legnagyobb bajod? A kiújult herebiszértágulás. Az is. De a legnagyobb az, hogy sose fogod megérteni egy nő lelki világát. Átkötem. Remélem átmegy a macska, mert csak a vonal a számod van meg, és egyetlen testesebb cica. Jaj, milyen édes, mi mindjárt beszarok. Dolgozzál, Jancsikám. Ide nézd, Helvirácska. Sárga tabletta, ami mosolyog, biztos C-vitamin. Azt a fiatalok úgy hívják, hogy smiley. Igen. És mire kell szedni? Hülyességre, János. Igen. Rám ez a sárga tabletta most pont úgy hat, mint az a kék, hogy a vért így. Ne részletezd, el tudom képzelni. Te ezt miért akarod elképzelni? Nem akarom, csak el tudom. De ne képzeld el, jó? Mondok én neked valamit, János, mint nő, mint idősebb, tapasztalt. Rossz vége lesz ennek. Pont azért ne képzeld el. Nem az elképzelésemnek, hanem kettőtöknek, Erikával. Szerinted meddig tudod boldoggá tenni ezt a kislányt? Hát, ilyen tablettákkal szerintem a 20 perc sem kizárt.